Életet ajándékozó kórház címet kapott a Józsa András Oktató Kórház. Tavaly 11 agyhalott betegen 38 szerveltávolító műtétet végeztek Nyíregyházán. A kórházak közül melyik az az intézmény, amelyik az előző évhez képest meg tudta emelni tulajdonképpen a donációknak a számát, a szervadományozásnak a számát. Ez azt jelenti, hogy a Nyíregyházi Megyei Kórház, Józsa András Kórházunk héttel több szerv átültetése alkalmas donort adott ugye az Eurotransplantnak. Ez a második legtöbb egyébként növekedést az országban, az elsőt a Honvéd Kórház, érthető módon a Honvéd Kórházban történt a legtöbb, utána következett a Nyíregyházi Megyei Kórház. Nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon örülünk neki, ezt már egyébként ötödik alkalommal nyert el az intézményünk. Az orvosok célja minden esetben a betegek életben tartása. Az agyhalál megállapítása egy nagyon hosszú folyamat. Ez számtalan szakmai vizsgálat előzi meg. Végül egy háromfős bizottság dönt. A beteg halálának is az a pillanat az időpontja. Ekkor befejezik a beteg mesterséges életben tartását. Az emberi testben egy páros szer van, amit felhasználhatnak, ez a vese. De ha lehetséges, kiveszik a tüdőt, a szívet, a májat és a hasnyálmirigyet is. Fontos azonban, hogy Magyarországon csak magyar állampolgárok szerveit vehetik ki az orvosok. Hazánkban a jogszabály szerint a gyerekeken kívül mindenki szervdonor. Minden felnőtt magyar állampolgár élete során tehet tiltakozó nyilatkozatot szerv szövetkivétellel kapcsolatban, közokiratban vagy magánokiratban. Ezt a tiltakozó nyilatkozatot ő természetesen magánál tarthatja, a többi dokumentumával együtt, és illetve regisztrálhatja az országos transzplantációs nyilvántartást, amely speciális erre hivatott központ, ahol ezeket a tiltakozó nyilatkozatokat egy hozzájáruló írásos nyilatkozatot követően nyilvántartásba veszik. Amikor egy beteg agyhalottá válik, akkor a kórház minden esetben felhívja az országos transzplantációs nyilvántartást és lekérdezik a páciens adatait, aki akár öt ember életét is megmentheti szervdonorként.